2002 óta szervezi a Családsegítő és Gyermekjóléti Szolgálat a hátrányos helyzetű gyermekek megsegítésére karácsonyi adománygyűjtő akcióját. Ebbe a gyűjtésbe kapcsolódott be immár második éve a Nánás Angyala elnevezésű akció, amelyhez a város széles rétege csatlakozott és bekapcsolódott adományai révén. Ebben az évben 150 hátrányos helyzetű gyermeket ajándékoztak meg az IFI házban megtartott karácsonyi ünnepségen. A Család és Gyermekjóléti Szolgálat 2002 óta a hátrányos helyzetű gyermekek karácsonyát szervezi, illetve magát az adományosztást bonyolítja le, és a Nánás Angyala most már azt kell, hogy mondjam, hogy második éve megrendezésre kerül, de maga a városi önkormányzat már harmadik éve gyűjti az adományokat. Ezen kívül minden egyes intézmény megmozdult, míg 10 évvel ezelőtt általában csak a vállalkozók voltak, akik adományoztak, nagyobb cégek, akár városunkról kívülről is, most már egyre inkább azt lehet érezni, hogy a város lakossága fog össze és gyűjti az adományt a hátrányos helyzetű gyermekek számára. Míg 10 évvel ezelőtt körülbelül 200 gyermek került adományozás során megajándékozásra, most ebben az évben 150 gyermek, tehát kevesebb a veszélyeztetett és a hátrányos helyzetű gyermekek száma, akiknek adományt gyűjtöttünk. Nagyon nagy értékű adomány gyűlt össze, és szeretném külön köszönetemet kifejezni a főszervezőknek, a Nánás Angyala gyűjtő akciót a Városi Önkormányzat dolgozói szervezték, dr. Szombati Ágnes, illetve Pálóci Boglárka, és külön köszönetemet szeretném kifejezni Csillikné Szólát Júliának, aki pedig összefogta és szervezte a Bocskai Általános Iskolában a gyűjtő akciót, és szeretném megköszönni mindazon városi lakosoknak az adományát, akik megkeresték a Család és Gyermekjóléti Szolgálatot és támogatták adományukkal ezt a rendezvényt. Külön köszönettel tartozom Hadad Imrének, aki a gazdaság és iparfejlesztésért kapott városi kitüntető díjának teljes összegét erre a rendezvényre ajánlotta fel. Úgyhogy mindenkinek nagyon szépen köszönöm. Az adomány az körülbelül egy olyan 2 millió értéket képvisel összesen, amit a lakosság és a vállalkozók hoztak el részünkre. Ebben vannak gyümölcsök, elsősorban mandarin, narancs, kivi, ezen kívül gyümölcslevek vannak, csokoládé, szaloncukor hatalmas mennyiségben, ruhaadományok érkeztek, könyvek, rengeteg plusz játékot kaptunk, életkornak megfelelően cipődobozban szintén rengeteg adományt kaptunk a gyermekek számára, hogy ezzel is minél inkább boldogabbá és meghittebbé tegye a város lakossága ezeknek a gyermekeknek a karácsonyát.